Sziasztok, Ildi vagyok az Oriflame termékekkel, és most néhány Giordani smink terméket szeretnék nektek megmutatni. A Giordani az Oriflame-nek a prémium kategóriájú smink márkája. Vannak köztük olyanok, amiket már ismerhettetek, és vannak vadi új ajakrúzsok. Az első, amit mutatnék, ez a Giordani fiatalos ragyogás szérum smink alap. Ez egy ragyogó, fiatalos bőrtónust eredményez, egy sejmes tapintásúvá teszi a bőrt, intenzíven hidratál és tökéletesíti a bőrt. Lehet önmagában is használni ezt a szérum smink alapot, de lehet alapozó alá is. És rózsaszín és aranytónusú kis csillámok vannak benne. Ezek a kis fényvisszaverő részecskék optikailag nagyon jót tesznek a bőrnek. Tehát egy ilyen átlátszó, igazából ez a szérum smink alap, és hogy így elkenem, fantasztikusan jól hidratálja a bőrt. Nagyon kellemes, nagyon jó érzés, tehát önmagában is használhatjátok, vagy pedig alapozó alá. A következő, ezek a bronzosító krémstiftek. Ezekkel is már biztos találkoztatok, de azért nem baj, hogyha megmutatom őket közelről. Azt mondja, ez a kétféle színben van, egy korálban és egy bronz színben. Ez a korál. Most ezt ne képzeljétek el nagyon erős pirosítónak, inkább egy ilyen highlighteres, fénylő hatása van. Ez a rózsaszín. Hidratáló seavajat tartalmaz, és ez a krémes textúra nagyon jól eldolgozható az alapozó fölött. És a másik az egy bronzos. Ez a két szín van ezekből. Hát ne egy erős pirosítást, hanem inkább egy ilyen kiemelő hatást lehet vele elérni. Mit nem mondtam még erről, fokozza a bőrnek a nedvesség tartalmást, és egy ilyen diszkrét csillogást ad, de szerintem jól átjön. És akkor most nézzük is meg az új rúzsokat. Ezek az új rúzsok metálfényűek, ugyanakkor matt hatásúak, és csináljunk velük akkor egy kis próbát is. Ide felkenem, először egy nód árnyalat. Ez a nód árnyalat, ez a 35-394-es szín. A következő egy rózsaszínes árnyalat. ...35-395-ös. És jön egy red shimmer, egy szép csillámló piros, a 35-396-os. Azt a mindenit, micsoda fénye van, remélem átjön. Gyönyörű fémes fénye van. Egy kicsit furcsa, hogy húzom a bőrön, egy kicsit mintha tapadna, de abszolút szépen lehet vele dolgozni. Most jön egy lila árnyalat, a 35-397-es. Ez egy elég erősen lila. És az ötödik szín pedig ez a rubi. Őt is nézzük meg közelről. Én azt hiszem, elég élethűen jönnek át ezek a színek. És remélem megtaláljátok benne a számotokra a legkedvezőbb árnyalatot. Köszönöm, hogy velem tartottatok, máskor is örülök, hogyha találkozunk a legközelebbi videóban, ha tetszett, akkor lájkoljatok, és ha még nem iratkoztatok föl, köszönöm, ha feliratkoztok a csatornámra. Sziasztok!